A 2020-as határtalanul pályázat keretein belül több programot is hirdetett a kormány. Rövid beszámolót tartott ezekről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a Tolna megyei kettes számú választókörzet országgyűlési képviselője. A programok jelentős részét online módon valósították meg. A határtalanul középiskolai vetélkedőjének nagy döntőjét április 24-én rendezték meg a virtuális térben. A döntőben 20 csapat vett részt, de a játék során közel 70 ezer diák tehette próbára tudását. Szintén online térben tartották meg az 5. Kárpát-medencei magyar vállalkozók találkozóját és a Miénk a Város című programot, amit össze szoktak meghirdetni, de a karantén helyzetre való tekintettel online feladatokat adtak a nagyszülőknek, szülőknek, gyerekeknek. Hogyha jól emlékszem, akkor 60 ezer feladat ment ki, illetve megoldás jött vissza. Ez egy óriási szám. Gyakorlatilag Négy-öt kolléga, vagy még több napi szinten több száz feladatot adott ki a gyerekeknek, illetve ellenőrzött le amelyik családban mondjuk több gyerek is részt vett a vetélkedőbe, ott nem tudom, hogy egyáltalán foglalkoztak-e mással. A Kárpát-medencében lakó magyarokon kívül Torontóból, Amerikából, Argentinából és Ausztráliából is érkeztek megoldások. 113 nyertest hirdettek, akik a saját közösségüknek nyerték meg azt a 100 ezer forintos csodasarkot, amit majd a következő tanévben ad át a kormány a győzteseknek. A Nemzeti Összetartozás napjára meghirdettek egy videópályázatot három korcsoportban. Közel 600 kisfilm film és videóüzenet érkezett arról, hogy mit jelent a pályázók számára Trianon, a magyar kultúra és a magyarság. A filmeknek egy részét már a külhoni magyarok.hu-ra feltettük. Szándékaink szerint ezeket szeretnénk még nagyobb számban feltenni, és szeretnék külön köszönetet mondani azoknak a médiumoknak, akár országos vagy régiós csatornáknak, akik ezeket a filmeket a, a saját műsoruk vagy műsorideikbe felteszik, és lehetővé teszik, hogy minél szélesebb körben a nézők ezt láthassák. A Magyar is részt vesz a programban. Évek óta lehet látogatni a Mi Magyarok címet viselő rendhagyó óráikat. Az előadások ingyenesek, csak regisztrálni kell hozzá. Nyolc témakörből választhatnak az érdeklődők, és ez pluszpontot jelent nekik a tanulmányi utazás pályázatához. A 2019-es évben közel 5000 diák vett részt a mi magyarok rendhagyó órákon, nem csak történelem órák, első világháborús trianon történetet feldolgozó történelmi órákon vehetnek részt, hanem a biológia, az élővilág kapcsán irodalmi előadásokat hallhatnak meg, zenés irodalmi előadásokat, akár hallgathatnak meg, illetve énekzenei foglalkozások is vannak. És nem csak a hetedikes osztályok számára, tehát az ő korosztályok számára szervezzük mindezeket, hanem alsótagozatos diákok számára is, akiket azt hiszem, hogy nem lehet elég korán megkeresni ezzel a témával, hogy egy kicsit közelebb hozzuk mindazt a kincset, amit a külhoni magyarság, illetve az egész Kárpát-medence magyarsága őriz, és a középiskolás diákok korosztályának megfelelően is próbáljuk őket olyan érdekes előadások felé terelni, ami szintén az utazások során nagyon hasznos lehet. Az évek során nagy igény mutatkozott arra, hogy ne csak Budapesten szervezdék meg ezeket az előadásokat, ezért úgy határoztak, hogy Magyarország 19 megyébe és külhoni régiókba is eljuttatják. A Határtalanul pályázat 2010 óta fut. Ez alatt az idő alatt 400 ezer diáknak volt lehetősége a programban részt venni. A pályázat beadási határidejét meghosszabbították egy hónappal a vírushelyzetre való tekintettel. Több mint 2200 pályázat érkezett be három kategóriában. A támogatott pályázatoknál az uti célokat néztük meg. Itt a legtöbben hagyományosan. Erdélybe mennek, nyilván az a legnagyobb terület, ott él a legnagyobb számú magyarság, és ott a legtöbb műemlék, természeti, látnivaló, többi, Tehát ebbe semmi rendkívüli nincsen, és utána pedig arányosan a többi vidék. Ebben egyébként az is benne van, hogy a magyar intézményeink is, iskolák is nyilván Erdélyben van a legtöbb, és a Móra vidéken pedig a legkevesebb például. Ott két tannyelvű intézmények vannak, és amikor a gyerekeknek mondjuk egy-egy iskolában kell részt venni valamilyen programon, akkor azt is el lehet gondolni, hogy az ottani iskolákra milyen terheket rovunk ezáltal, ami a gyerekeket egyébként annyira nem zavarja, hogy minden nap beérkezik egy magyarországi csapat, és velük kell eltölteni egy-két órát, viszont az oktatásban elég nagy nehézséget tud okozni, amit ők el is mondani. Mondanak, de azt gondolom, hogy a kapcsolatépítés a legfontosabb. A tanulmányi kirándulások 60%-át utazási irodák, míg 40%-át az iskolák szervezik. A járványhelyzet miatt elmaradt tanulmányi kirándulásokat ősszel vagy jövő tavasszal tudják bepótolni. Tolna megyéből mindössze 14 pályázat érkezett be.